Jelenleg mintegy 1300 paradicsomtőről szedik a kései termést, amit két 240 négyzetméteres korszerűen felszerelt fóliasátorban termesztenek. Tudtuk meg Makó Mihálytól, aki több éve egyedül végzi a zöldségek gondozását, nevelését. A napokban már a zöld saláta maguk is a földbe kerültek, mondja az alkalmazott. Ebben a két melegágyban körülbelül 1300-1320 paradicsompalánta mi. Az idei évet mondhatjuk, hogy meg is vagyok elégedve, meg nem. De az elejében nagyon szépen mutatkozott, de aztán később valami betegség fogta, de mire rájöttünk, hogy milyen betegség fogtak, akkor már nem volt rajta segítség. Úgyhogy aztán másnál is megjelentkezett, hogy most az idő hozta, vagy micsoda, nem tudunk rájönni. De az az egészben, hogy itt rengeteg a munka, nagyon oda kell figyelni, hogy meglegyen az a minőséged, meg a mennyiség, a zárakat, tehát azt meg már nagyon jól tudjuk, hogy ami a piac diktál, az. Na meg már látszik most másfelé is, mert szeptemberben ilyen ára paradicsomnak, én nem emlékszem, mióta ezt csinálom, hogy lett volna ez az ár, körülbelül egy hónap, olyan október közepe felé szokott lenni. Per pillanatban mostan a kis piacon és a piacokon már 100 dinár. Így az üzletöknek, akinek mink adjuk, 70-80 dinárért adjuk per pillanatban. A paradicsomot szállodába értékesítettük a konyhára, az ő számunkra, meg a kiskereskedő üzletökbe adtuk el. Az idén körülbelül olyan 5-6 tonnak még valamennyi van a melegágyba, amit birok leszedem, ami be fog érni, úgyhogy október vége felé lesz fölcsupálva, és aztán rögtön leszűtetve saláta, mert a salátát már szeptember 21-én előtt vetve, az egyik melegágyba, a másik meg két hét múlva, szóval október 8-án, hogy legyen két hét különbség, hogy egyszerre érjön, mert akkor megint gond lesz tavasszal az eladás a piacra. Mert egyszerre érkezik, és akkor nem lehet eladni. Így akkor olyan folyamatosan, úgyhogy az első melegágy érkezik februárban, a másik az meg a március közepe felé, 15-e felé, és úgyhogy, mert úgy tervezzük, hogy március végig ki legyen takarítva, hogy megint aztán belejön a paradicsom. Volt jobb is meg az idén, amilyen, de azért mégis az iskolának van a haszna belőle, az biztos. A termények eladásából befolyó pénzt minden évben az iskola fejlesztésére fordítják, nyilatkozta Vladimir Davidovics, iskolaigazgató. Sredstva, koje smo obezbedili ovom prodajom, ćemo upotrebiti za neke od aktivnosti koje planiramo za dečju nedelju. Idén első alkalommal a jövedelem bizonyos összegét a gyermekhét aktivitásaira költjük. A program 8 éve a tantestület határozata alapján a Diák Szövetkezet által valósul meg. A terméshozam évről évre változó, azonban mi elégedettek vagyunk, hiszen a tanintézményünk tulajdonában lévő 500 négyzetméteres telek, ahelyett, hogy parlagon álljon, észszerűen, jövedelmezően van kihasználva. Igaz, mindez anyagi befektetéssel jár, ami azt jelenti, hogy idén a paradicsommagokra 16 ezer dinárt, míg salátamagra 7900 dinárt költöttünk. A bevételünkből pedig most festékanyagot vásárolunk, hiszen a tanulóink a szülőkkel együttesen festik majd át az iskola előtt lévő 50 méteres kerítést. Emellett a tervezett sportversenyek, vízjátékok, különféle vetélkedők győzteseinek jutalmát is ebből biztosítjuk, ami pedig meglepetés lesz, az a zeneest, amelyhez a jó hangulatot az általunk alkalmazott lemezlovas biztosítja. A törökbecsei Josif Marinkovics általános iskolában az idén a paradicsomtermesztés mintegy 360 ezer dináros jövedelmet hoz az intézmény kasszájába.